Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az M-Plane Televízió hírműsorát, a hírhetet látják május 1-én, szerdán este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Energetikai workshopot rendeztek Sátoraljóújhelyen. Rudabányácska is csatlakozott a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok napjához. Zemplén tavaszi teljesítmény túrára várták a természet és a sport szerelmeseit. Sátoraljóújhelyváros önkormányzata mindig is kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelemre. Ennek érdekében egy energiaszegénységi kérdőív kitöltésére is kérték a városban élőket azért, hogy felmérjék a lakosság energiafogyasztási szokásait. Eddig közel 200-an töltötték ki azt, de a tapasztalatokat már így is le lehet vonni belőle. Néhány héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy Sátoraljóújhelyen kérdői formájában mérik fel a város lakosságának energiafogyasztási szokásait, lakhatási körülményeit. Sátoraljóújhely város önkormányzata és a Habitat for Humanity Magyarország együttműködése egy előző évi kérdőív és klímavédelmi stratégia elfogadásával jöhetett létre, hiszen ez az első mérföldkő a folyamatban, mondta el dr. Fazekas Márk, a jegyző. A Sátoraljóújhely város önkormányzata a múlt évben elfogadta a következő 50 évre vonatkozó klímavédelmi stratégiáját a WWF Hungary szervezettel karöltve. Ennek tulajdonképpeni első mérföldköve most ez a pályázat, amit a Habitattal együtt intézünk, ebben a pályázatban dolgozunk. Ez is azt mutatja, hogy minden olyan lehetőségre, klímavédelmi, energiahatékonysági pályázatra indulunk, és olyan lehetőségeket szeretnénk a városlakóknak biztosítani, amelyekkel mind környezettudatosabb életet tudnak élni, és itt a energiaszegénységgel kapcsolatban pedig minél inkább az energia hatékonyságra törekedhetnek a jövőben. A workshop alkalmával Koritár Zsuzsa, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársa elmondta, hogy a kérdőívvel a város energiaszegénységét mérik fel, annak érdekében, hogy minél hatásosabban tudjanak segítséget nyújtani a klímavédelemben. Hozzátette még, hogy az energiaszegénység, mint fogalom, nem olyan rég vált ismerté világszerte. Ez akkor vált igazán fontossá, amikor pár évvel ezelőtt az energiaválság elindult, és láttuk, hogy Európa szerte, hogy az energiaárak hogyan hirtelen is meg tudnak növekedni. Emellett viszont azt is tudni kell, hogy az épületállomány Európa szerte is, de ugyanúgy Magyarországon is energetikailag meglehetősen rossz állapotban van. Tehát nagyon sok energiát fogyasztanak, tulajdonképpen a kívánatoshoz képest egy ilyen 2-3-szor több energiát fogyasztanak, és kifejezetten a lakóépületek nagyon energiapazarlók. Erre a jelenségre, az energiaszegénységre egyre jobban oda kell figyelni, hiszen vannak olyan eszközök, amelyekkel megoldást lehet találni rá. Egyre több lehetőség áll a tagállamok számára is tulajdonképpen, tehát nagyon sok állami feladat is lenne ezzel kapcsolatban, de a települési önkormányzatok számára is van bizonyos mozgástér, eszköztár. És Sátoraljóújhely azon úttörő települések egyike, aki nagyon előremutató módon elkezdett ezzel a témával foglalkozni, és egy nagyon jó együttműködés alakult ki a városvezetés és a Habitat for Humanity között, és ezt a energiaszegénységnek a jelenségét térképezzük most föl itt a városban. Koritár Zsuzsa hozzátette még, hogy a következő napokban várják a kitöltött kérdőívek beérkezését, amivel nagy segítséget nyújtanak a lakosok a szervezet számára. A Sátoraljóújhelyi Kossuth Lajos Technikum, szakképző iskola és gimnázium idén második alkalommal várta az ország kadétjait egy honvédelmi egészségügyi versenyre. A 30 csapat nevezésével megvalósuló esemény során többnyire sebesült ellátási gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak időre és pontosan. A Magyar Honvédség jelenlévő tagjai elismeréssel szóltak a fiatalok teljesítményéről. Második alkalommal rendeztek kadét egészségügyi versenyt Sátoraljóújhelyen. A megmérettetésre az ország 30 iskolájából érkeztek csapatok, a megnyitón a honvédség több magasrangú tisztje is részt vett. A rendezvényen többen is kiemelték, a honvédelmi nevelés célja nem csupán száraz tények és szakmai ismeretek elsajátítása,
hanem azok gyakorlati alkalmazása is. Mi azt mondtuk, hogy a Honvéd Kadét program az legyen egy élményszerű program. Legyenek olyan események, olyan versenyek, vagy olyan kulturális programok, amelyen keresztül megismerhetik azokat a feladatokat, amelyek mondjuk a honvédelem rendszerében egy állampolgár számára hasznosak lehetnek. Tehát nekünk a célunk az, hogy egy hasznos ismereteket szerezzenek a honvédelmi nevelésen keresztül. Ilyen például a katasztrófa helyzetek esetén való állampolgári teendők ismerete. A térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Gimnázium egyik zászlós hajója a kadét programnak. Nagyon fontos, hogy a fiatalság belekóstoljon ebbe részleteiben is, hogy hogyan is néz ki a honvédelem, a honvédelemre való felkészülés, hiszen a magyar honvédségnek elsődleges feladata a hazavédelme. Nem egyszerű dolog ebben a háborús világban felkészíteni elsősorban a fiatalainkat. Nem elég korán kezdeni, és a kadét program pontosan ezt szolgálja. És büszke vagyok arra, hogy itt Zemplénben mi élen járunk ebben a programban, és lám erre a mai versenyre még a ország másik határáról, tehát a osztrák határ közeléből is érkeztek. A város polgármestere szerint az iskola ma is megmutatta, hogy jó kezekben van. Gratulálok a Kossuth Lajos Gimnáziumnak, a kadét programjának, igazgatónőjéknek, minden kollégának, pedagógusnak, hiszen 30 csapattal indul el egy verseny, és a Dunántúlról, illetve az osztrák határ mellől három városból is érkeztek, több száz kilométert utazva erre a mai programra. Beérett a gyümölcs. És én azt hiszem, hogy innentől csak felfelé szágult a gimnázium a kadét program keretében, és azon kívül is. A megmérettetés során 7 helyszínen teljesítettek feladatokat a kadétok. Az első helyszínen totót töltenek ki, a második helyszínen sebesült cipelés mozgatás van, a harmadik helyszínen egy robbantásos helyszín van, tehát az ebből fakadó sérülések ellátását kell elvégezni a versenyzőknek. A negyedik helyszínen légútbiztosítás, légzésellenőrzés a feladat, az ötödik helyszínen újraélesztés, a hatodik helyszínen pedig a különböző katonai sérülések ellátása, kötözése a feladat. A hetediken is hasonló feladattal nézhettek szembe. A nap során a résztvevő fiúkat is maga mögé utasította a Kiskunhalasról érkezett lánycsapat. Igazániból számunkra, hogy most már így a nők is tudnak érvényesülni, és tényleg mi nők is szeretjük a kihívásokat, és tényleg mi is mindenben ki akarjuk magunkat próbálni, és tényleg bebizonyítani a férfiaknak, hogy igenis mi is képesek vagyunk arra, hogy megcsináljunk bizonyos dolgokat, és hát így jött nekünk ez. A változatos kísérő programokon is sok érdeklődő vett részt, ezzel téve színesebbé a versenynapot. 2023. szeptemberében adták át a megújult Zempléni Szlovákok néprajzi gyűjteményét Sátoraljaújhely Rudabányácskán. Idén egy egész napos programsorozattal csatlakoztak a tájházak és szabadtéri múzeumok napjához, mely során nem csupán a gyűjteményt lehetett megtekinteni, hanem zenés, táncos fellépők, korongozási és kosárfonási lehetőség, állatsimogató tette színesebbé a napot. Természetesen a helyi gasztronómiai különlegesség, a gőzönfőt készítése és kóstolása sem maradhatott ki a programból. 2013 óta minden éven a Szent György napját követő hétvége a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok napja. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi tájházak és múzeumok az érdeklődés központjába kerüljenek. Idén először csatlakozott a kezdeményezéshez a tavaly jelentősen megújult Zempléni Szlovákok néprajzi gyűjteménye is, Sátoraljaújhely Rudabányácska település részén. A Tájház Szövetségen keresztül tudtunk ebbe a rendezvénysorozatba belépni, egy jelentkezési lapot kellett kitölteni, és természetesen az ő segítségükkel és felügyeletükkel készítettük el a plakátokat, illetőleg az, hogy a mai nap mi fog történni. Kaptunk tőlük egy logót, azt ugye mindenhol nekünk meg kellett jeleníteni. Végül is így felépítettük ezt a napot az ő segítségükkel, és természetesen a fenntartónknak a segítségével, illetőleg a Rozmaring Asszony kórus hatalmas nagy segítségével. A nap során nem csupán énekeivel lépett fel a Sátoraljaújhelyi helyi értéktárba is felvett Rozmaring Asszony kórus, hanem tagjai folyamatosan készítették a vendégek számára a gőzönfőttet,
mely a legjellegzetesebb helyi étel. Ez egy keltészta, amit úgy csinálunk, mint hasonlóképpen, mint a fánk. Csak annyi különbséggel, hogy ahogy mi kiszaggatjuk, teszünk bele lekvárt, kiszaggatjuk, gőzön főzzük meg, leszedjük utána, 15 percet kell gőzön főzni, leszedjük a gőzről, és akkor bajjal megszórjuk, megforgatjuk, és akkor mákkal, dióval szoktuk mi ízesíteni. Lehet mással is, lehet fahéjjal is, lehet kakaóval is, de ez a hagyományos receptünk, amit mi a szüleinktől, dédszüleinktől tanultuk. Számtalan program lehetőséggel és bemutatóval készültek erre a napra a szervezők. Elsősorban azért a gyerekeknek szeretnénk kedvezni a bemutatókkal, tehát akár a gőzönfőt készítését is ki tudják próbálni az asszonyok segítségével, de állatsimogatón is részt vehetnek, illetőleg korongozás van, kosárfonás, ja, és természetesen odabent a közösségi térben gyöngyfűzés, színezés, saját kézmintája alapján pedig akár egy anyáknapi kis díszt is el tudnak a gyerekek készíteni. Természetesen többször volt tárlatvezetés is a tájházban. A nap során, Szent György napjához közel lévén, búzaszentelést is bemutatott a helyi görögkatolikus parókus. Idén is három távon volt teljesíthető a Zemplén tavaszi teljesítmény túra, mely leghosszabb szakasza Sátoraljóújhelyből indulva a Hutákon át tért vissza a városba. A szervezők elmondása alapján idén rekordszámú több mint 200 nevező érkezett az ország minden részéből. A legtöbben az Alföldről jöttek, azonban a fővárosból és a Apáciumból is voltak nevezők. A teljesítési szintidőket pedig hosszúra hagyták, hogy a zempléni hegyek nyújtotta kilátásban is gyönyörködhessen mindenki. 2018-ban indult útra a Zemplén tavaszi teljesítménytúra, a Zemplén 50 teljesítménytúra utódjaként. 15, 25 és 50 kilométeres távokra lehetett nevezni. A sátoros hegyek csodás tájképe sokakat vonz a Kárpát-medence egészéből. A szintidők megállapításánál figyelembe vették a tájban való gyönyörködésre szánt időt is. Az 50 kilométeres távra 12-13 órás szintidőt hagytak. Azonban ez utóbbinál már a szintemelkedés is jelentős, hiszen az 1000 méter fölötti. 80-100 indulunk szokott lenni átlagosan. A mai rendezvényünkön, ahogy gondolom mögöttem is látszik, nagyon szép népes csapat jött össze. Az előzetesekhez képest több mint 200 indulónk lesz. Őket frissítővel várjuk az ellenőrző pontokon, illetve itt a célban, akikért meleg étellel, üdítővel, egy kis édességgel fogjuk fogadni. A nagy többség felnőtt korú, azért vannak fiatalok, vannak akik a szüleikkel eljöttek, a legfiatalabb indulónk nincs 10 éves, a legidősebb, illetve a legrutinosabb pedig már jócskán 70 fölött van. A legtöbben a Nyírségből érkeztek, de többen jöttek az Alföldről, a fővárosból és még a Párciumból is. Nagykárolyból, Romániából érkeztünk, ketten jöttünk, és nagyon jól ismerjük a várost azért, mert az iskola, testvériskolánk, mi a Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolából érkeztünk, tehát már jártunk itt, úgymond a munkánkkal kapcsolatban, és ismerjük a tájat, és most magánemberként érkeztünk ide, és azért, mert tudjuk, hogy nagyon szép a táj, és akkor most szeretnénk gyalog is bejárni, mert mi sokat túrázunk otthon, hát Romániában, Kárpátokban. Hajdúböszörményből érkeztünk, még most jöttünk először erre a túrára. Más teljesítménytúrákra szoktunk járni, szeretünk itt a Zemplénbe túrázni. Inkább a hegyi szakaszokat szeretjük. Örülünk neki, hogy 1000-nél több lesz a szintemelkedés, és igazából nagyon szívesen járunk ide. A környezet az nagyon szép. A jelenlegi teljesítménytúra egyik különlegessége az volt, hogy a debreceni és a sátoraljaújhelyi büntetés végrehajtási intézmények aktív állományú tagjai kihívták egymást egy belső versenyre, melyen nagyjából 30-30 fő vett részt. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is, ezt az igét választotta az idei gála jelmondatává a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Az egyházi intézmény idén már negyedik alkalommal szervezte meg az esemény, amelyre az általános iskolás diákok örömmel és izgalommal készültek. A műsorban közös éneklés, tánc és a nyolcadikos tanulók bécsi keringője is helyet kapott.
Már a Sátoraljaújhelyi Latabár Színház előterében is érzékelni lehetett az izgatott készülődést a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola által rendezett szeretett gálára. Két évente az ott tanuló diákok egy-egy műsorral készülnek a családjuk számára. Az egyházi intézmény a hitoktatás mellett kiemelt figyelmet fordít a művészetekre is, amelyet ezen a gálán is megmutatnak, mondta el híradónknak Mészáros Csaba igazgató. Az eddigi, az iskola történetében ez a negyedik ilyen gálánk, aminek a mostani nevét pedig a Szeretet Gála lesz a mai rendezvényünk. Azért is választottuk ezt a nevet, hogy szeretet, hiszen ez a Pál apostolnak a tanításaiban is szerepel, és mint egy olyan örök érték, ami a pedagógiai programunkban, a pedagógiai kultúránkban pedig szervesen beépült. Azért is fontos ez a gála, hiszen az iskolában eddig mindig az ismereteket szoktuk számon kérni a tanítványainktól. Most ilyenkor lehetőség van a gyerekeknek máshol is kipróbálni a tehetségüket, a tudásukat. Tehát egyfajta tehetséggondozásnak egyik szintere is a gála, hiszen lehetőség van a művészetek területén kipróbálni a különféle tulajdonságaikat, és úgy gondolom, hogy így meg tudják mutatni az iskolának a sokszínűségét. Az igazgató hozzátette még, hogy idén két felvonásban tartják meg a gálát a nagy érdeklődésre való tekintettel. Az előkészítő munkáját ugye a szeptemberben már a munkatervben megfogalmazzuk, és ahogy közelednek a napok a gálához, így elkezdenek az osztályok erre készülni. Különféle produkciókkal, táncos, zenés programokat szerveztünk a mai napra, és akkor ezeket általában délutánonként történik a felkészítés, itt a nevelőkkel karöltve, de vannak azért olyan kapcsolatrendszerünk is az iskolának, hogy több művészeti iskolával is kapcsolatban állunk, és egy picit ők is fel tudnak lépni ezeneket a rendezvényeinken. Egy kicsit egy ilyen kooperációba dolgozunk, és mutatjuk be a tehetségeinket. A gálák idejében ez egy olyan esemény, amikor nagyon sok szülő érdeklődött ez a rendezvényünk iránt. Először úgy gondoltuk, hogy egyszerre tartjuk meg ezt a rendezvényt, de az érdeklődőket figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy olyan sok szülő érdeklődött a rendezvény iránt, hogy két eseménybe, két rendezvénybe szeretnénk ezt bemutatni. Az intézmény erre az alkalomra egy igét is választott, miszerint mert ahol kincsed van, ott lesz a szíved is. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Energetikai workshopot rendeztek Sátoraljaújhelyen. Rudabányácska is csatlakozott a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok napjához. Zemplén tavaszi teljesítmény túrára várták a természet és a sport szerelmeseit. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!